Kabocrány, Dunaparti, Dumaparti, Bulvár, Bregy, Kasszár, hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen, jó estét kívánok! Jó estét kívánom! Egy rendkívül fontos ügyben kaptunk levelet, amelynek lényege, hogy Farkasházi Tivadar füllentett. Tisztelt heti hetes, a Teddy művész úr egyetlen percig sem lehetett kisdobos, csak pajtás, majd később úttörő. Én 1954-ben kerültem az iskolába, a nővérem 2 évvel korábban indult, ő pajtás volt 3., és 5. lett úttörő, tehát ő kisdobos még nem volt. A nővérem 1946-os születésű, Teddy művész úr 1945 decemberi, tehát évvesztes, ennél fogva... Az 1952-53-as tanévben kezdett iskolába járni, mint a nővérem. Csak tessék visszaemlékezni rá, ugye, hogy nem volt kisdobos sohasem? Őszinte tisztelettel és rajongással hűséges nézője, Belák Andrea, Budapest. Biztos, hogy én mit mondtam? Azt hazudtad, hogy kisdobos voltál. Azzal flancoltál itt, hogy kisdobos voltál. Pedig csak pajtás voltál. Luxus kisdobos voltál. Valamikor az a trend, hogy mindenki fordítva csinálja, és ellenálló volt, és akkor te jössz ezzel, hogy nem is voltál kisdobos is. Bocsánat, nem, azt mondta, az én volt. Koromban úgy volt, hogy kisdobos pajtás, és úttörő pajtás. Na hát látod, te meg csak pajtás voltál. Pajtás. Tudnám, mit mondtam a múlt héten. Nem azért, hogy ma mi sem emlékszünk. Hát azt mondtad, hogy volt kisdobos. Tessé? Azt mondtad, hogy voltál kisdobos. Nagyon meg vagyok döntve. Na, hazudj valamit szépen a nézőbácsiknak. De mind a kettő kék volt, nem? Mi? Az ha megverték. Piros ha megverték. Az nem, a kisdobos, meg a pajtás. Meg a pajtás. Azt nem mondták, hogy... Hát azért mi nem vagyunk öregek, mint te, Teddy, tehát mi erre nem emlékszünk. A kisdobos hát minden héten másik volt. Iskolába jártam, hát azt se tudom, hogy mi volt. Akkor nem tudod, a hét hírét. Na mi az? Felfedezték a legnagyobb prímszámot. A büdös életben. Ne viccelj, hol van? 9,6 millió számjegyből áll. Tehát egymás után. Le tudnád írni? De mi az, hogy prímszám? Na de hát ez... Jaj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 
állapotban. Az én időben még nem tudom. Önmagával is egyenosztható? Igen, uh-huh. Igen. Na. Juci! Ne haragudjatok, de képzeld el, János, hogy 100 000 dollárba kitűzve, hogyha valaki talál egy olyan prímszámot, ami 10 millió számjegyből áll. Hát de milyen ennél nincs nagyobb prímszám? Nem tudsz mondani. Jelenleg. Még nem bizonyítottak ennél nagyobb. Hát írjanak hozzá plusz 2-t, az osztható. 2-vel is, meg 1-el is. De, Muci, de, nem, de, nem, de az a lényeg, hogy ne legyen osztható. Csak 9... önmagával és 1-el osztható. Csak. De Robi, ez 9,6 millió szám egymás mellett. Hogy a bajorban nincs itt, édes is. De ez így megy, hogy akármiről beszélsz, azt így megküldik. Nekem lenne egy-két dolog, amire, amire szükségem lenne. Két hete dicsértem azt a gyönyörű szép épületet a Dózsa György úton. Tudjátok azt a feldét, és megkaptam nekem könyvben. Nekem szükségem lenne egy ilyen, beszélgetessünk egy ilyen 80 centi széles lap tévéről, aztán kéne egy új turmix gép is. Az NDK levehet, jó? Kedves Laci! Ez egy másik levél. Tedd meg egyszer, hogy nem a műsor végén hadarod el a mindenféle elérhetőségeteket, hanem a műsor elején is elmondod, hogy hogyan lehet elmenni hozzátok nézőnek. Köszi, Faller Géza, Budapest 14. kerület. Kedves Géza. De az elején mondod el, akkor rögtön lehet kapcsolni. De így meg elalszik. De miért nem a hajóstól kérdezed meg, ő két hete néző volt. Hogy kell jegyet rendelni? Én ide nézőnek? Milyen vagyok én? Nem kell ide a tévébe. Tudom, olyan másnak volt tegyen. De nem kell ide jönni, a tévébe kell nézni. Jegyet tudnak rendelni a 061-788-54-01-es telefonszám. Tehát 7, igen. Van egy... 1917 Budapest, Sopron út 40. De vagy Teletex 637. oldalán, valamint e-mailen a hetihetes@rtlclub.hu. Köszönjük szépen a figyelmüket, jó éjszakát!
Ide meg úgy jutnak el a stúdióból, csütörtök reggel korán szoktának, összekésztenek kis kaját, piát, igen, és elindulnak. János, péntek délután, mi? Igen. Ja, azért mondom, hogy csütörtök reggel kell indulni, és péntek késő délután ide érnek. Ha nem vagyunk hülye. Ha esik a hó, akkor prímszánon lehet jönni, azt a francsaságot náluk lehet bérelni. Kedves Géza. Géza? Hát ki van itt Géza? Én most válaszol. Igen, a 788-54-01-es telefonszámot tehát fel kellene hívni. Szombat, vasárnap ne hív fel, mert akkor Éva, aki a vonal másik végén van, általában véve, akkor ő nem fogja felvenni. És általában mindig 9:30 után hívt fel őt, mert akkor ébred. Úgy kell neki köszönni, hogy jó reggelt, öreg anyám, akkor ad neked jegyet az adásra. Szerencsét, hogy öreg anyád! Mondja Éva! És lecsapja a telefon. Éva nagyon helyes nő, csak kicsit ingerlékeny. Tehát nagyon kedvesnek kell lenni vele, és nagyon lassan kell beszélni, és ilyen mézes-mázosan. Hogy? Ilyesmi. A felvétel mindig pénteken van, hogyha másnapot említenek, Éva lecsapja. Tehát pénteken van, Éva akkor regisztrál téged, mint nézőt, egy számítógépen, olvasom közben, te pedig marha jól fogod érezni magad itt a felvételen Évával. Nyilván. Csak úgy. Mert ketten lesztek, Géza. Mint ahogy a jelenlévő nézőink is jól érzik magukat. Alföldi Róberttel. Dávid Jánossal. Hernádi Judittal. Szili Nórával. Hajós Andrással. Farkas Nádi Tivadarral. Ez az utóbbi évek legszebb bekonferálása volt, Laci. Köszönöm. Komolyan. Miért? Na, mert szépen átkötöttél. Igen, szépen átkötött. De végre egy rendes ing is volt. Köszönöm. Mit nézem? Ez neked Évát tetszik. Nézem, hogy neki is tetszett. Jó volt? Oké, mert azt mondta, hogy letépi a tökömet, hogyha ha megint szórakozom vele, de nem. Érdemes őt hívni telefonon. A köztársasági elnök mindig mérlegeli, hogy nyilvános szereplése alkalmával indokolt-e nemzeti jelképeink használata, válaszolt a köztársasági elnöki hivatal sajtófőnöke arra a Sólyom Lászlónak feltett kérdésre, hogy miért nem volt mögötte a nemzeti lobogó. Weber Ferenc szerint újévi televíziós üzenetét az államfő nem kívánta külsőségeiben nemzeti ünnepeink rangjára emelni. A beszédet dolgozószobájában mondta el, ahol ellentétben a Sándor Palota tárgyalótermeivel nincs zászló. Nem volt túl puritának? Én nem láttam. Hát nem, nekem tetszett, komolyan, nekem tetszett. Sok könyv volt, az kiderült, hogy ő egy okos ember. Az, hogy magyar, az meg abból derült ki, hogy magyarul beszél. Van egy levelem. Tisztelt Heti Hetes, 34 éves tanárnő vagyok, Pozsonyban élek szlovák nemzetiségű férjemmel. Én magyar vagyok, a párom tiszta szlovák, ennyit bevezetőül. Kívülről nézve talán tisztábban látom, hogy miért nem volt magyar zászló Sólyom László háta mögött újévi köszöntőjekor. Azért, mert elvették mögüle. Elvették azok az emberek, akik egész évben kokárdát hordanak, azok az emberek, akik piros-fehér-zöld szalagot kötnek autójuk antennájára, elvitték mögüle azok az újságírók is, akik előtt magyar zászlócskák vannak, amikor beszélgetnek. Elvették mögüle azok az emberek, akik különböző pártrendezvényeken lobogtatják a magyar zászlót, és azok, akik gazdatüntetéseken tűzik ki traktorjaikra. Szerintem miattuk döntött úgy Sólyom László, hogy ne legyen mögötte a magyar nemzeti jelkép, mert ő azokhoz is szólni akar, akik tudják, mikor van helye a lobogónak. A karácsonyfára azért nézünk minden évben csillogó szemmel, mert szentestére díszítjük fel. A kokárda március 15-én dobogtatja meg a szívünket, a középen kivágott lobogó október 23-án csal könnyeket a szemünkbe. A Szent István napi körmenet is attól magasztos, hogy egyszer van egy évben. Mindig nézem a tévében, és örömmel látom, hogy sok politikusunk is jelen van. Örömmel tölt el, annak ellenére, hogy van, aki összekeveri az Ótestamentumot az Új Testamentummal, és van, aki a püspök urat püspök atyának szólítja. Se baj, majd jövőre megtanulják, Magdi Pozsonyból. Nagyon szép levél volt, de egy köztes álláspontot foglalnék el. Ebben a levélben, amit én kihallottam, az, hogy azért hódom, hogy te nem vagy az, téged igen, nem tartalak. Igen, ha megállsz egy piros lámpán, akkor a Palinak a tükrére rá van egy akkora magyar zászló, hogy ki se lát belőle, érted? Úgy megy, és az ember azt mondja, hogy én nem is vagyok magyar. Hát, szóval, és szerintem úgy látszik, Pozsonyból jobban látszik. Baj, hogy ő nekik kint van a ekkora magyar zászló a visszapillantó tükrébe. Csak ne nézzen rám magyar csúnyán, hogy nekem nincs. Ez a lényeg.
sokszor eszembe jutott, hogy aki úgy ott nem a visszapillantó tükrére, hanem ott a, mi ez a adószedő? Antenna. Adószedő, igen. Adószedő! Apetnak a munkatárs, ja, adószedő. Hogy antennájára köti rá, és tiszta mocsok lesz. És mi volna egyszer, mondjuk nem én, de hogy valaki oda megy, és azt mondja, nem szégyeled magad, hogy a nemzet jelkép ilyen mocsokba fürdik. És akkor mit szólna? Kivágná magát, azt mondaná, hogy az édes anya földdel van bekenve. És az neked smafu? Van egy réteg egyébként, akinek úgyse lenne soha elég. Tehát ha most lett volna a Sólyom László mögött zászló, akkor biztos vagy benne, hogy valaki belekötött volna, hogy miért nincs a fején a Szent Korona, ha az is lett volna. Akkor valaki belekötött volna, hogy a jobb kezét mi nem hordják körbe évente egyszer. És akkor akinek én... Ez az ember, aki abszolút nem titkoltan elmondta, hogy nevezzük az egyszerű csak kedvére, hogy jobbra vagy balra húz, mint köztársasági elnök ott állt középen, és mint köztársasági elnök abszolút azt képviselte, hogy az magánügy, hogy ki jobbra, ki balra, középen kéne egyenesen együtt. És szerintem ez sokkal jobban zavarta az embereket. Hogy végre a tartalomról végül is mindenki egyetértett abban, ugye, hogy amit mondott, az rendben van. Hogy miért nem lehet akkor itt ebben megmaradni? Hát rendben van. Vágyálom, amit mondott. Lehet, hogy most születik az, ugye volt az a régi vicc, hogy a nyuszika és a izé megverik, és volt erre a sapka, és lehet, hogy egy új magyar mondás lesz, akkor... Volt-e nála az ászló? Nem, hogy van-e mögött ez ászló, tehát ugye... Hogy van ez a vicc? Istenem, hogy te nem tudsz semmit. Mondd-e, végül is ilyen rákos rendező vagy? De mi ez a vicc? Nem tudom, hogy nálad a megverik és a... A nyuszikát megverik, van sapka, akkor azért, ha nincs sapka, azért, ez a lényeg. Mi a poén? Semmi. Ugyan megverik, már. Az. Pikkelyes, négy lába van és telefonál. Hm? Halló. Még mindig a hírhez, adófizető. Várja, mert nem érti. Én is nehezen értettem meg. De meg te is elgondolkoztál. És rájöttem, hogy nem volt érdemes, de mindig. Hallottam a szerkesztőségben, hogy a hátad mögött azt mondták, hogy egyszerű fiú, de jól várható. Ja, akkor megkérdezném tehát, hogy január 1-én, emlékszel arra, hogy 4 órakor találkoztunk az utcán? Ez övön aluli, ne hallgatom. Én a kutyámat sétáltattam. Igen, engem meg a feleségem. És 3 értelmes ember volt ebben a kis négyesben, aki találkozott, és a kutya volt az egyik is, nem én. Elmesélem, én ugye örült... Nem mesél, de... Ezek után, rákrendező után ne ragudj. Rákos, memóriazavar is lesz. Gondoltam, hogy jól indul az új éven, mégis egy nagyon kedves, helyes emberrel találkozom, és így örömmel így, hogy vele találkozom először, hogy szervusztok, boldog új évet, Zandis. Nem, ne haragudj, egyáltalán nem erről volt szó. Én azt mondtam neked, zászlóval a hátam mögött. Ugyanis a Hollán Ernő utca végén valahol a parlament is ott van, és azon van egy zászló, és én azt mondtam neked, üdvözöllek, kedves műsorvezető társam és kulturális személyiség. Nagyon örülök, hogy az új esztendő nem, számomra is úgy kezdődik. Egy mosoly, csak én gyorsan. Na, f***nak mosolyogjak, amikor... Hajnali 5-kor húz haza a feleségem. Nem húzott, mert külön mentetek. Nem láttad a láncot a lábamban. A lábán van a lánc, és azzal. Azt tudod, hogy ki volt Hollán Ernő? Hollán Ernő ki volt? A Hollán anyu nagypapá. Biztos a Fürr Sándornak volt a leánykori neve. Hollán Ernő, ki volt Hollán? Hegedű művész. Nem, egy híres hadmérnök ott védett valami vált, amit nehéz volt bevenni 48-ba. És az igaz, hogy Erzsébet királyné férje Erzsébet király? Homárom. Na jó. Még mindig a hírhez emlékeznek. Az Lajos királyné útja, nem te meg azt mondtam. Még mindig a hírhez jött egy ilyen hozzászólás, ugye, igen, adófizető. Ha az üzenetét a nemzeti ünnepeink rangjára emeli külsőségeiben, félő, hogy kifütyülik, leköbdösik, vagy tojással dobálják meg. Megvan még a hír? Mindegy. Ez jó volt. Pedig, ugye?